Azért hívtuk össze ezt a sajtótájékoztatót, mert itt valamilyen kiadvány miatt rendkívül nagy a felháborodás. Itt a Kovács Ferenc polgármester és itt a helyi Fidesz szervezet részéről. Miközben itt az elmúlt időszakban a Fidesz helyi szervezete rendszeresen és folyamatosan egészen gátlástalan módon hazudik a politikai riválisokkal, ellenfelekkel kapcsolatosan, és ezért úgy gondoltam, hogy ezután minden olyan ügyben, ahol azt tapasztaljuk, hogy egészen kirívó törvénytelenség fordul elő, nem fogunk hallgatni róla, hanem beszélni fogunk róla, és megpróbáljuk elérni azt, hogy vonja le Kovács úr is, meg a Fidesz helyi vagy megyei szervezete, vagy az országos szervezet és a megfelelő következtetéseket. Kérem, a sajtóban megjelent egy ilyen cikk, és széltébe hosszában kering most már interneten is, hogy bízzon a polgármesterében, vagy inkább ne. A cikk arról szól, hogy hát bizony az a Halkóné dr. Rudolf Éva, aki fideszes alpolgármester volt egy ideig, nagyon sokan nem értették, hogy miért mondott le. Valószínű, hogy ezzel az ügyel a lemondás összefüggésbe lehetett, de egyébként képviselő maradt, jelenleg is a Fidesz városi képviselője, sőt, jelenleg is indul városi képviselőként az egyik kerületben. Kérem szépen, bizony egy olyan cégnek volt a tulajdonosa, amelyik felszámolás alá került. A felszámolás alá kerülő cégnek a másik tulajdonosa bizony a férje volt. Kérem, az, hogy milyen, hány millióval maradt adós ez különböző magánszemélyeknek, cégnek, hitelezőnek ez a cég, ez nem képező a sajtótájékoztatónak a tárgyát. Utána lehet nézni, nyilvános adatok, egész borzalmas adatokat tetszenek látni. Az is a sajtótájékoztató tárgyát képezi, hogy egy olyan cég ügyvezetőjeként követett el nagyon súlyos, köztörvényes bűncselekményeket a képviselőasszonynak a férje, amelyik cégnek ő is a tulajdonosa volt. Kérem szépen! Több büntetőeljárás is volt ebben az ügyben, nem csak egy, csak úgy a 2013 körül jogerőre emelkedett ítéletről jegyezném meg, hogy azért egy év 8 hónapot több évre felfüggesztve nem akármilyen szokott adni a Magyar Köztársaság Bírósága. Úgy hívják, hogy csalás, okiratlanisítás. Kérem, a csalás az arról szól, aki más jogtalan haszonszerzés véget tévedésbe ejt, vagy tévedésbe tart, és ezzel kárt okoz. Na most, kérem, itt a Nyíregyháza Város Etikai Kódexénél Halkóné dr. Rudolf Éva bámbáskodott. Itt komolyan mondom, hogy szégyen teljes, amit olvasom, mit ír róla a sajtó. Tessék, hogy ne az én szavaim legyenek már, hanem, ugye, ilyenek hangzanak el, azt mondja, ez van az etikai kódexben, amit 2013. augusztus 30-án fogadták el a Nyíregyházi Város, fedhetetlen magatartásával és életvitelével erősítse a közélet tisztaságába vetett bizalmat. Azt mondja, ezt írja ez a sajtóorgán, interneten fel lehető, nem akarok neki reklámot csinálni. Ezt az etikai kódexet Halkóné dr. Rudolf Éva Fidesz képviselőasszony alkotta. Szép gondolat, sőt egyenesen dicséretes az ilyen törekvés. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha nem csak gondolati síkon létezne, és magukra nézve és kötelező elejének tartanák az etikai kódexben foglaltukat. Mivel már több cikkben is foglalkoztunk a Nyíregyházán tapasztaltó közbeszerzési visszásságokkal, így megnéztük az induló képviselők kapcsolódhatnak-e valamilyen céghez, és kérem szépen, nagyon szépen levezeti
ez a sajtóorgánum az, hogy mi köze van tulajdonképpen nyilvánvaló a közös cégen keresztül a képviselő asszonynak ez a borzalomhoz, ami felszámolás, ahol károsultak vannak, nagy számban magánszemélyek is, és ahol azért végül is az egyik legsúlyosabb vagyonelleni bűncselekmény miatt ki van szabva szabadságvesztés büntetés. Az a minimum, kérem, hogy szépen, miután ez nyilvánosságra került, ezzel azért képviselőként besétálna a Városházára, képviselőasszony, igen nehéz lesz, távozni kell a közéletből, és ha nem távozik, akkor csak azt nagyon tud mondani majd a városlakó, hogy ez ugyanaz, ugyanúgy következmények nélkül meg lehet itt tenni a városban, mint ahogy agyon lehet hallgatni a nyírvévés dolgot, agyon lehet hallgatni, üzenem egyébként az itteni sajtónak, akik jelen vannak, hogy nagyon csak megköszönni tudom. Ugye az elmúlt sajtótájékoztatón, amikor elmondtam, hogy már nem csak nagy, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelést követett el Bocskai úr a gyanúsítás szerint, hanem vesztegetést, meg közökiratnemisítást, az se egyetlen sajtóorgán nem hozta le, csak az interneten lehető fel. És most még ígérem, hogy még a választások vannak, megtart, még nem is biztos, hogy elég lesz a nap, ha szükséges, akkor naponta fogok közölni egy Fidesz városi, Fidesz megyei személyhez köthető büntetőügyet.